Önök most azt látják, hogy Budapest legrégebbi közparkjának zöld felületeit miként falták fel az ide telepített intézmények. Látható, hogy a majd 240 év alatt a park fele elveszett. Innen szép nyerni, így gondolta a fővárosi fejlesztésekért felelős államtitkár és a Budapest Fejlesztési Központ vezetője, amikor két év előkészítést követően a múlt év végén bejárást szerveztek építész, tájépítés szakértőknek, hogy aztán egy nyílt pályázaton gyűjtsék be a legjobb ötleteket. A Városmajor ügyében összefogott a kormányzat, a hegyvidéki önkormányzat, a Parkbarátok Egyesülete, az építészkamara, sőt még a fővárosi önkormányzat is, akik főépítészi, kertépítészi szinten, főkertész szinten képviseltetik magukat a zsűriben. Kiírtuk egy nyílt építészpályázatot, ennek az évnek az elején, talán februárban van a beadási határidő, 68 napja van az építészeknek, tájépítészeknek, hogy kitalálják azt az új Városmajort, ami természetesen nem lesz gyökeresen új. Bővítjük a zöld felületeket, bizonyos épületeket lebontunk, kiszorítunk az épületből, mert az évek során főleg a peremein körbenőtte és megette a város a parkot, tehát több lesz a zöld felület, minőségibb zöld felület lesz, jobb lesz a futókör, jobb lesz a kutyásoknak az elkülönült nagyobb és jobb kutyás területek lesznek, új sportpályák, mármint közösségi használatuk bárki által használható lesz vízfelület. Ez egy komoly munka, most éppen az építészek alkotnak, gondolkoznak. Teljes körű park megújítás évtizedek óta nem történt a Városmajorban, ezért a zöld felület berendezései és burkolatai rossz állapotban vannak. A Városmajor történeti jelentőségéhez és értékéhez méltó állapotának megteremtése tovább nem halasztható, fontos zöld felület fejlesztési feladat. Ez olvasható a Budapesti Fejlesztési Központ oldalán, ahol további fontos információt osztanak meg a szakértők arról, hogy a Városmajor szerves része Buda legfontosabb zöld hálózati rendszerének, az úgynevezett budai zöld koridornak, amely ezen a parkon kívül tengelyre fűzi a Vérmezőt, a Tabánt és a Gellért hegyet. Ez a zöld felületi tengely kulcsfontosságú szerepet tölt be a belső városrészek átszellőzésében, ugyanis szélcsatornaként szállítja a friss levegőt a budai hegyekből. Ezért kiemelten fontos az itt élő zöld felületek karbantartása, illetve a beépítetlenség megőrzése vagy akár növelése. Ezt a törekvést a most a parkban működő intézmények többsége nem gátolja. A sportcsarnokok egy része elköltözik és lebontjuk őket. Itt már megegyeztünk a sportcsarnokok tulajdonosaival, volt tulajdonosaival, az MTK-val, leginkább az állam megvásárolta és le fogja bontani egy részüket, tehát kisebb területet fognak elfoglalni a parkból. Nehezebb dió a szabadtéri színpad, amit ma már egy kicsit ironikus szabadtérinek nevezni, hiszen fedést kapott, és csak azt látjuk, hogy terjeszkedik. Azért nehezebb dió, mert ez a fővárosi önkormányzat tulajdona, meg kell tudnunk egyezni a fővárossal, mi szívesen kínálunk föl új helyszínt Budapesten, egy másik helyen szabadtéri színpadra. Azt gondoljuk, hogy egy parkban és a park körül élőknek is ez lenne az érdeke. Ott ugye, amikor szezonban, akkor napközben próbák, hangosság, gépkocsi forgalom, rakodás, és egyébként is a zöld területből vett el a szabadtéri színpad is. A zöld felület bővítését és karbantartását teljes mellszélességgel támogatják az itt működő civil szervezetek is, amelyek rendszeresen szerveznek parktakarítást, illetve a park szélén felállított közösségi komposztálótelepet is gondozzák.